Brinszki. Brinszki. Varga Ferenc a kapu fölé. 4 fő sorfal előtte. Megkapta a sípszót. Bringa jól célzott, nem sokkal a kapu mellé. Ajándékbedobás a csepelieknek. És ott volt a csepeli helyzet is. Gellér rendre jól akadályozza meg a csepeli előretöréseket. És Batik mentett egy nagyot. Picit fülett a levegő, de ez nem akadályozhatja a jó játékot. Pláne Bernátnál a labda. Bernát visszakapja. Miskovics vitte a labdát, egyébként kölcsönjátékos a Csepelnél, a Honvéd játékosa. Tizenkilencessel volt a megindulás. Brinszki. Jól érkezett Varga. Gachvagi. 14-es Haraszkó. Gellér dobhatja a labdát. Kész közel a kapuhoz. Varga Gachvaginak megszerezte a labdát. Jól szerettek a csepeliek. Mojzer adta el Batiknak. Batik tartja még magát. Mojzer pedig csúnyán lépett oda. Brinszki kérte Gellértől, meg is kapta a labdát. Gachvagi. Bal oldalról közelít a KITE. Gachvagi jól tartja még. Két határozott kapura lövés. Lehet talán maradandó az első félidőből. Brinszki Adrián két lövése. Hát meglátjuk, mit hoz a második forduló. Az biztos, hogy a KITE Szeged oldalán nincs változás. Na, kellett csak emlegetnem, hogy nem volt nagy helyzet. Már is jött egy, Bernát Peti. Át kell törni valahogy azt a harcias csepeli védelmet, itt gól legyen. Most talán Gachvagi. Varga Ferenc küzd még. Miskovics labdáját szerezte meg Lackó, a csapatkapitány. Marad még a labda a vendégek térfelén. Ez pedig már hosszú lett. Csúnya helyzet. Belecán ugrik érte, megvan. Varga. Jól kapta a labdát, de hárman is ott voltak rajta. Varga. Bernát megszerzi, Bringa. Kapja a paszt, Bernát. Hatra bővült a KITE sorfal. számú 17-es év. Belecán kezéből kicsúszott. Eddig eredménytelen ez a szöglet. Eredményes KITE szempontból. Törhetünk előre, Gachvagi már sprintel is. Sőt, be is dobhatja a labdát. Bernát kapja. Bernát közel a kapuhoz. Közben sikerült aztán a KITE tér felére átjátszani a vendégeknek a labdát. Batikot földre fektették. Belecán is kifeküdt. És a nagy taps Varga Ferencnek járhat bizony. Remekül mentette ezt a helyzetet. Ahol felismerte, hogy nem kicsi a baj. Szaulics. Újabb helyzetet dolgoztak ki a vendégek. Szaulics vette le Vargának. Huszárik. Bernát. Bernát még kiharcolja. Bernát lövése nem sokkal felé ment. Juhász harcolt ki egy szabadrugást, amit Teplán János végez el. – 28 éves, 9 gólt lőtt az idei szezonban, nem egy veszélytelen játékos. Gellér fejelte ki, Kulacsik kapta, megindul Kulacsik. Varga Ferenc, 80. percben járunk, jó 10 perc még a rendes játékidőből. Bernát fejese! Csepel helyzet, Belecán jól védte. Hiányzik ebből a mérkőzésből egyelőre az a bizonyos X-faktor, amely eldönteni ezt a találkozót. Több mint 80 percig nem esett gól. Szűk hátralévő időben el kell, hogy dőljön. Ott a helyzet, micsoda helyzet, Bernát Peti! És még le is lassít a kapuban. Szép kényelmesen. Bernát Peti. Hát azt még nem akarom elkiadálni, hogy eldöntötte, de egyelőre KITE Szeged Csepel FC 1-0. Ez nem a legjobb passz volt, nem is így szerette volna szerintem. Batik. Szendrei Péter. És rendeli a kapu elé a védelmet. A révén. Kulacsik indulhat, Bringának adja le. Nincs les, Kulacsik a kapu előtt, végleg eldöntheti a meccset, el is dönti! Hatalmas gól!